tájékoztatót. Sokszor ezek apró és kis terhek csökkenése, de mégis jelentősnek tartom. Sok új, több új elemmel is bővül, teljesen új elemmel a közbeszerzési törvény. A közfoglalkoztatás, a foglalkoztatási helyzet segítése érdekében részszempontként figyelembe kell venni az ajánlatkérőknek, az ajánlattevőknek a munkanélküli vagy tartósan munkanélküliek foglalkoztatásával kapcsolatos vállalásait. Azt hiszem, hogy ez a mai gazdasági helyzetben ez egy rendkívül helyes és üdvözlendő irány. Én vitatkoznék azzal a ellenzéki képviselőtársamnak a 1000 fő alatti településeknek kötelező csatlakozását, csatlakozását kötelezően a központosított közbeszerzésekhez. Én azt hiszem, hogy amikor a törvényalkotó ezt belevette a közbeszerzési törvényben, én azt hiszem, hogy aki találkozott 1000 főlakos alatti települések vezetőivel, azt hiszem, hogy nekik a legbonyolultabb ez a feladat. Ez én segítségként tudnám megfogalmazni, nem pedig egyfajta hatáskör vagy elvonásaként, hiszen ők a, szabad így fogalmaznom, a legtájékozatlanabb talán, és ez elsősorban segítségként tudom értelmezni. Összességében a törvény azokra az elvárásokra, azokra a követelményekre, amelyeknek a mai kor elvár, azokra szerintem helyes és jó válaszokat ad, hiszen gyorsabbá válnak az eljárások, rugalmasabbakká, egyszerűbbekké, világosabbakká, elősegíti, támogatja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások részvételét a közbeszerzésekben, csökkenti az adminisztrációs terheket, és több új elemmel, ilyen a közfoglalkoztatásnak a segítségével pedig új eszközrendszerrel próbálja segíteni, igyekszik elősegíteni a foglalkoztatásnak a javítását. Azt gondolom, hogy összességében egy korszerű, a kor követelményének megfelelő törvény fog létrejönni. Köszönöm a szót, köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. 2 perces felszólalásra jelentkezett Kupcsok Lajos képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából. Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársak. Az elhangzott ellenzéki észrevételek közül néhányra szeretnék reagálni, nem biztos, hogy ebben a 2 percesben mindre lehet. Alapvetően a célok oldaláról kritika ért az átlátható szabályozást, a gyorsítást, az eljárások rugalmasabb, egyszerűbb és világosabb szabályozását, a korrupció visszaszorítását, a KKV-k segítését, környezetvédelmi szempontokat és az adminisztratív terheknek a csökkentését. Hát nézzük meg nagyon röviden, hogy milyen eszközök mondanak ellent ezeknek az ellenzéki észrevételeknek. Átlátható szabályozás kérdése. Az alapelvek nagyobb szerepe a jogalkalmazásban, az új törvényi szerkezet, a jogorvoslat kiszámíthatósága, a döntőbizottság elvi döntése, mind olyan eszközök, amelyek az átlátható szabályozás célját szolgálják. Vizsgáljuk meg a gyorsítást, mint célt. A gyorsításnak milyen eszközei vannak ebben a törvényjavaslatban. A szabályok egyszerűsítése, az igazolási terhek csökkentése, az ajánlati kötöttség új szabályai gyors elbírálásra ösztönzik az ajánlatkérőt, a szerződés gyorsabban megköthető, mert a moratóriumi időszak csak az irányelv szerinti kötelező esetekre korlátozódik, de ide sorolnám még az egyfokú bírósági jogorvoslatot is. Aztán essen szó az eljárások rugalmasabb, egyszerűbb és világosabb szabályozásáról is, milyen eszközei vannak ennek a törvényjavaslatban. Hát ilyen az eredményhirdetés megszüntetése, ilyen a rugalmasabb szerződéskötési szabályok. De ide sorolom az erőforrás nyújtó szervezet kategóriájának felszámolását, az alvállalkozó újra definiálását polgárjogi alapon, a 10%-os kategória megszüntetését. A tárgyalásos eljárás, keretmegállapodásos eljárás, versenypárbeszéd világosabb szabályozását. A nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérő önálló csak néhány garanciális rendelkezés által kötött eljárását, és a szerződésmódosítás új szabályait. A többire majd a következő 2 percesben reagálnék. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Felszólása következik. Schiffer András képviselő úr, az LMP képviselő csoportjából. Megadom a szót, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés.
Szerintem mindenek előtt érdemes onnan közelíteni itt a közbeszerzési szabályozáshoz, hogy az államnak egyáltalán milyen funkciói vannak a gazdaságpolitika irányításában. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb funkciója, vagy legalábbis egy nagyon fontos funkciója az államnak, hogy egyáltalán milyen környezetet alakít ki a köztulajdonban álló cégeken belül, és akár közvetlen eszközökkel, és tipikusan ilyen a közbeszerzés, akár közvetett eszközökkel hathat arra, hogy a gazdaság más szereplői egyébként hogyan viselkednek. Akkor, amikor az államnak erről az általános felelősségvállalásáról beszélünk, akkor az egyik fő funkció az az lehet, hogy az állam a saját tulajdonában, illetve köztulajdonban álló cégeken keresztül milyen etikai normákat kíván érvényesíteni a gazdasági életben. Szándékosan nem rögtön a korrupcióról beszélek, mert azt gondolom, hogy önmagában a gazdasági etikai normáknak a meggyökeresztetése, érvényesítése az egy tágabb kategória, mint önmagában a korrupciónak a megelőzése. Hiszen nagyon sokszor úgy lehetünk tanúi üzleti etikába ütköző cselekedeteknek, hogy adott esetben egyetlen büntetőtörvénykönyvi tényállás sem valósul meg. Éppen ezért lenne fontos egy új közbeszerzési törvény előkészítésénél, hogy maga a közbeszerzési törvény írja azt elő, hogy az a cég, amelyik üzleti kapcsolatra kíván lépni egy közbeszerzési eljárás keretében az állammal, önkormányzattal, az rendelkezzen egy üzleti etikai kódexsel. Nyilván ennek a részletesebb ismérveit egy alacsonyabb szintű jogszabályban meg lehet határozni. Másik, ennek az előírásnak, tehát hogy megköveteljük az állammal, önkormányzattal üzleti kapcsolatra keveredő cégektől egy üzleti etikai kódexnek a meglétét, ennek akkor van értelme, hogyha szankciót fűzünk ahhoz, hogyha ezt az üzleti etikai kódexet ez a cég megszegi. Éppen ezért én nagy tisztelettel azt javasolnám, illetve hát az LMPR-re nyújtott is már bemódosító javaslatot, hogy kerüljön meghatározott időre kizárásra az a vállalkozás a közbeszerzési eljárásokból, amelyik a saját üzleti etikai kódexét megsérti. Ha közvetlenül a korrupció ellenes fellépésre gondolunk, akkor viszont érdemes rögtön azt megnézni, hogy maga a törvény milyen lehetőséget nyújt történetesen ott, ahol hallgat, ahol kivesz a közbeszerzési törvény hatája alól különböző tevékenységeket a korrupcióra. Talán szerencsés volna a dolgot a gyökerénél megragadni, és eleve kizárni azt, hogy bizonyos alapvető funkciókat, például minisztériumok, hogy úgy mondjam, outsourcoljanak, kiszervezzenek. Akkor, amikor azt gondolom, hogy joggal fölháborodtunk azon, hogy önök a szocialistákkal nagy egyetértésben tavaly ősszel a jogi szolgáltatásokat kivették a ma még hatályos közbeszerzési törvény alól, akkor azt is elmondtuk, hogy önmagában abszurditásnak tartjuk, hogy akkor, amikor nagy állami cégek, minisztériumok fönntartanak közpénzből egy jogi apparátust, ilyen alapvető tevékenységeket önök a piacról rendelnek meg. De ha már ezt teszi az állam, vagy egy önkormányzat, bár ez azt gondolom, hogy éppen az állam esetében indokolatlan és kritikus, hiszen egy kis önkormányzat akár kénytelen is megrendelni jogi szolgáltatást a piacról, akkor egyszerűen nincsen erkölcsileg, politikailag elfogadható ok arra, hogy a jogi szolgáltatásokat kivegyék a közbeszerzési törvény hatája alól, és egy átláthatatlan szürke zónába tereljék a jogi szolgáltatásokat. Főként furcsa ez az önök részéről, hiszen a választási kampányban egyébként okkal korholták önök is, mi is az elmúlt évek kormányzatát, fővárosi önkormányzatát azért, hogy különböző jogi szolgáltatásokon keresztül próbáltak kitalicskázni közpénzeket. Éppen ezért én egyrészt azt ajánlanám megfontolásra, hogy egyrészt világosan ki kéne zárni a központi hatóságok, önkormányzati hivatalok alaptevékenységét abból a körből, amit piacról egyébként az adott költségvetési szervnek meg lehet rendelnie. Jogi szolgáltatást főszabályként ne lehessen a piacról megrendelni, de ha mégis ezt teszi például egy minisztérium, vagy mondjuk a nemzeti vagyonkezelő, semmiféle elfogadható indok nem szól amellett, hogy a jogi szolgáltatások mentesüljenek
a nyilvánosság ellenőrzése és a közbeszerzés követelményrendszere alól. Ha logikailag tovább folytatom a sort, hogy milyen tennivalók vannak az antikorrupciós küzdelemben, akkor a következő fázis az az, hogy akkor, amikor egyáltalán a kiíró megfontolja, hogy egy közbeszerzési pályázatot kiír, akkor előre föl kéne mérni, hogy önmagában a kiírásra kerülő közbeszerzési pályázat milyen korrupciós kockázatokat rejt. Hiszen teljesen álszent azt gondolni, hogy létezhet olyan korrupciós, olyan közbeszerzési pályázat, illetve olyan közbeszerzési megállapodás, ahonnan teljesen ki tudjuk szűrni a korrupciós kockázatokat. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy a közbeszerzési törvény írja azt elő, hogy minden közbeszerzési tervnél, még a kiírás előtt készüljön egy korrupciós hatástanulmány, egy kockázatfelmérés. Tehát legyen tisztában a kiíró azzal, hogy hol vannak azok a pontok, ahol fokozottan figyelni kell a nem kívánatos befolyásra, a korrupciós nyomásra. Ezen kívül pedig én olyan momentumokat szeretnék még a figyelmükbe ajánlani, ami az elmúlt évek tapasztalatai alapján különös korrupciós kockázatokat rejtett a közbeszerzési eljárások során. Először is mindenképpen le kéne szűkíteni, illetve hát leginkább meg kéne szüntetni azt a kört, hogy amikor a pályázati kiírónál az egyes közbeszerzési eljárásokban az egyszemélyes döntéshozói pozíció változatlan. Mi arra tennénk javaslatot, hogy ez az egyszemélyes döntéshozói pozíció változzon időszakonként. Ezzel sem tudjuk, hiszen nincsen egyikünknél sem a bölcsekköve, nincsen olyan megoldás, amivel a korrupciós kockázatot nullára tudjuk redukálni, de például az, hogyha egy adott kiírónál az egyszemélyes döntéshozó személye garantáltan változik időszakonként, ezzel megint egy olyan lépést tettünk, amivel nagy mértékben a korrupciós nyomást tudjuk csökkenteni, hiszen ott, ahol mindig ugyanaz a személy az, akinél a jelentős döntések lecsapódnak, hát ez felhívás keringőre. Minél több embert idézőjelbe kell valakinek megkörnyékeznie, annál inkább csökkentjük a korrupciónak az esélyét. Szintén fontos lenne, és én azt gondolom, hogy sok választó akaratával is találkozna, ha rögzítenénk a közbeszerzési törvényben, hogy az, aki felelős a közbeszerzési eljárások jogszerű lefolytatásáért, a szabálytalan eljárásokért viseljen személyében is felelősséget. Szintén nagyon sok anomália volt, például a fővárosi önkormányzatnál, de hát lehet mondani más kiírókat is az elmúlt évekből, hogy kiderül egy közbeszerzési eljárásról, hogy szabálytalan, megsemmisíti a közbeszerzési döntőbizottság, vagy éppen a bíróság az adott eljárás, vagy éppen a szerződést, több milliárdos kára keletkezik a köznek, és azok, akik vagy hanyagságból, vagy ki tudja milyen indokból előidézői voltak egy ilyen jogtalan helyzetnek, ők mossák kezeiket, hiszen személyükben semmiféle felelősséget nem vállalnak, a politikai felelősségre vonás is vagy bekövetkezik, vagy nem. Éppen ezért megfontolásra javasoljuk azt, hogy azok, akik egyébként személyükben megragadhatóan felelősséget viselnek egy-egy közbeszerzési eljárás lefolytatásáért, viseljenek vagyoni felelősséget is azért, hogyha adott esetben a közt súlyos kár éri egy szabálytalanul lebonyolított közbeszerzési eljárás miatt. Szintén az elmúlt évek tapasztalata alapján javasoljuk azt, hogy ne lehessen minden további indokolás és következmények nélkül sikertelennek nyilvánítani egy közbeszerzési eljárást, csak azért, mert az ajánlatkérő felettes szerve visszavonja a pénzügyi támogatást. Az elmúlt években ugyancsak nagyon sok olyan korrupció gyanús ügy volt, ahol azzal trükköztek az illetők, hogy akkor, amikor valakit helyzetbe akartak hozni, összebeszéltek a felettes szervvel, az minden további nélkül egyszer csak indokolás nélkül megvonta a pénzügyi támogatást, a kiíró most a kezét, nem áll rendelkezésre a pénzügyi támogatás, kénytelen
sikertelennek ítélni a közbeszerzési eljárást. Majd hónapok múlva lássunk csodát, a pénzügyi fedezet a felettes szerv részéről rendelkezésre állt, és akkor hát idézőjelben megfelelő keretek között már le lehetett bonyolítani a közbeszerzési pályázatot. Én azt gondolom, hogy ez megint csak egy kiskapu, amit jó volna a törvényhozónak bezárnia. És hát végezetül szeretném megerősíteni azt, amit Schering képviselőtársam is elmondott, hogy az átláthatóságnak a bővítése továbbra sem elégséges, ebben a törvénytervezetben sem. Egyrészt mi javasolnánk azt, hogy már a pályázati, tehát a benyújtási határidő elteltét követően legyen mindenki számára kereshető, hozzáférhető, összehasonlítható minden pályázati anyag. Nyilván itt a know-how-ra kell egy speciális rendelkezés, de minden, ami a know-how területén kívül eső üzleti információ, azzal kalkulálnia kell a pályázó vállalkozónak, hogy miután közpénzre áhítozik, a közzel akar kapcsolatba lépni, ez bizony közérdekű adat. Megint csak, ha az átláthatóságot már az elbírálás előtt biztosítjuk, ezzel a korrupciós kockázatokat radikálisan csökkentettük. Már az elbírálás előtt adjunk lehetőséget arra, hogy a nyilvánosság tudja, megalapozott információk alapján tudja összehasonlítani a versengő ajánlatokat. Az LMP képviselőcsoportja már januárban beterjesztett egy törvényjavaslatot, egyébként az adatvédelmi biztos jelzése alapján arra, hogy az alvállalkozói hálónak az átláthatóságát biztosítsuk. Ezt a törvényjavaslatot egyébként a plenáris ülés tárgysorozatba is vette, úgyhogy azt gondolom, hogy talán nem egészen ellentétes a kormányoldal szándékával, hogy ne legyen olyan alvállalkozói kapcsolat, amit homályba lehet hagyni, adott esetben offshore cégeknek ki lehet szervezni. Éppen ezért azt mondjuk, hogy meghatározott értékhatár, 10%-os értékhatár felett legyen közzétételi kötelezettség az alvállalkozó kidétét illetően. Ilyen értékhatár alatt ugyan közzétételi kötelezettség előírása életszerűtlen, de ezek az információk, tehát a 10% alatti alvállalkozói információk is minősüljenek közérdekből nyilvános adatnak, tehát ezeket is kérésre, nyilvánosságra kelljen bocsátani, akár a sajtó, akár más érdeklődő állampolgári közösségek számára. És hát nyilván megerősítve azt, amit Schering képviselőtársam elmondott, ezek az átláthatósági regulák, tehát az, hogy már az elbírálás előtt legyenek összehasonlíthatóak a pályázati ajánlatok, illetve az alvállalkozói háló legyen áttetsző, ez akkor hatékony, hogyha létezik ez az online adatbázis, ami kereshetővé, összehasonlíthatóvá teszi a különböző közbeszerzéseket. Szeretném itt megjegyezni, hogy egyébként mi javasoltuk azt a számvevőszéki törvény vitájában, hogy ez sajnos nem vezetett sikerre, hogy a számvevőszék lásson el valamiféle centrum szerepet az antikorrupciós politikában. Ennek hiányában azt gondolom, hogy ennek az online adatbázisnak a kezelése az a közbeszerzési hatóságra várna, hogy ezt felelősen kezelje. Összességében én azt tudom mondani, hogy nem elégségesek azok a megoldások, amik az átláthatóság irányába mutatnak. Kulcskérdésnek tartjuk az alvállalkozói hálónak az áttetszőségét, hiszen itt minden offshore lovagok elleni szózat az egyszerű blabla, hogyha nincsen a nyilvánosság garanciája, hogy valóban nem bújtak különböző ilyen egzotikus helyekről származó offshore cégek az alvállalkozói hálóba. Másrészt pedig az igazi átláthatósági garancia, hogyha már elbírálás előtt összehasonlítható minden versengő pályázati ajánlat a nyilvánosság számára. Ezen kívül pedig szeretném megerősíteni, hogy az üzleti etika meggyökeresztetésében is van állami felelősség, és ennek az állami felelősségnek az egyik fő érvényesítési terepe az a közbeszerzési szabályozás. Köszönöm szépen!
Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Két perces felszállásra jelentkezett Kupcsok Lajos képviselő úr, a Fidesz képviselő csoportjából megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Három témára szeretnék reagálni, az előző két percesből is kimaradtak, de itt is aktuálisak. Ezek a korrupció visszaszorítása, a hazai KKV-k részvételének segítése és az adminisztratív terhek csökkentése. Korrupció visszaszorítása. Az új alapelvek mellett öt eszközt találhatunk a törvényjavaslatban. Következőket. A közszolgáltatók esetében a közbeszerzés megkerülésére lehetőséget adó kiskapu bezárását. A fedezet összegének bontás előtti ismertetését. A felelősség erősítését részletszabályozás helyett rendeleti felhatalmazás a szankciórendszer differenciálására. A verseny tisztaságának védelmét jobban szolgáló szabályokat. Formai okból nem nyilváníthatók érvénytelennek az ajánlatok. A hazai KKV-k segítésére 8 eszközt találhatunk a törvényjavaslatban. Hangsúlyozom, 8 eszközt. Az uniós értékhatár alatti beszerzések nemzeti eljárásrend egyszerűsítése, lehetőség a helyi viszonyok figyelembevételére, alapelv a magyar nyelv használata, előleg biztosítása, az alvállalkozók kifizetésének biztosítását előmozdító szabályok, részajánlattétel kötelező biztosítása, a lehető legtöbb eljárás tartozzon nemzeti eljárásrendbe, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a nemzeti eljárásrendben, szociális szempontok érvényesítése. Az adminisztratív terhek csökkentésénél 5 eszközre szeretném fölhívni a figyelmet. Kevesebb igazolást kell benyújtani az alvállalkozókra vonatkozóan, nem kell külön igazolni a kizárókok fennemállását. Nem kell feladni a szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatót. Iratokkal, dokumentálással kapcsolatos szabályok tovább egyszerűsödnek. A nemzeti eljárásrend kötetlen eljárásában egy dokumentum a felhívás biztosítja a gazdasági szereplők számára megfelelő ajánlattételhez szükséges minden információt. A nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérő saját eljárási szabályai szerint megteheti, hogy nem ír elő alkalmassági követelményt. Ezek konkrétumok. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Folytatjuk a 2 perces hozzászólásokat. Megadom a szót Sérin Gábor képviselő úrnak, LMP. Önne a szó, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselőtársam, ezek valóban érdemi intézkedések. Kiemelném ezek közül a formai okokra hivatkozva kizárás lehetőségét, ami valóban egy súlyos korlátozását jelentette a versenynek, illetve a közszolgáltatók esetében az alvállalkozókon keresztüli mutizás lehetőségének a korlátozását. Ugyanakkor szeretnék világosan feltenni 3 kérdést, és szeretném, hogy erre a 3 kérdésre választ kapnék, mert ezek a területek, ezek mellett az előbb felsorolt intézkedések eltörpülnek. Az első kérdésem, hogy miért van szükség a kivételek bővítésére? Mi indokolja azt, hogy a jogi szolgáltatásokat megint kivegyék a közbeszerzés hatálya alól? Mi indokolja azt, hogy az ingatlanokkal kapcsolatos jogok megszerzését, ingatlan vásárlását kivonják a közbeszerzések hatálya alól? Mi indokolja azt, hogy a nemzetközi beruházásokat kivonják a közbeszerzések hatálya alól? Az első kérdésem arra vonatkozik, hogy mi indokolja a közbeszerzések aluli kivételek körének a bővítését. A második kérdésem, hogy mi indokolja az összeghatár megemelését. Miért indokolt az, hogy 150 millió forintra emeljék az építési beruházások esetén a közbeszerzési értékhatárt? A harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy az egyedi eljárásrend kialakításának a lehetősége a számos visszaélésre ad lehetőséget, és nem látjuk a garanciát arra, hogy az egyedi eljárással élők esetében ne a mutizás az, ami megnövekedne, hanem a közbeszerzés gyorsasága. Ezekre a kérdésekre szeretnék világos választ kapni, és akkor majd a lánctartozás kérdésére is remélem vissza tudunk térni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ugyancsak 2 perces hozzászólásra Kovács Péter képviselő úrnak adok szót a Fidesz képviselőcsoportból. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Sherin Gábor föltett néhány kérdést, én erre egyre biztosan tudok válaszolni. A 16. kerületi példát hagy hozzak, hogy ingatlan vásárlás
miért kell kivenni a közbeszerzés alól, miért kell kivételként jeleníteni. 16. kerületi önkormányzat kinézett egy balatoni üdülőt, hogy a hivatali dolgozóknak, a tanároknak, pedagógusoknak legyen hol nyáron nyaralniuk. Kinéztük, lealkuttuk, de akkor is közbeszerzési eljárást kellett kiírni, amikor tudtuk, hogy mit akarunk megvenni. Annak egy tulajdonosa volt, ő el akarta adni, mi meg akartuk venni. Mégis meg kellett kérdezni, hogy esetleg Balatonszárszon nincs-e valaki még, aki ugyanezt az ingatlant el akarja adni. Ez teljesen életszerűtlen, nagyon helyes, hogy ez kikerül ebből. A másik dolog, amire még reagálni kívántam az előbb elmondottakból, hogy szerintem meg az a legnagyobb előnye pont ennek a új közbeszerzési törvénynek, hogy egy bizonyos szint alatt a nemzeti érték határnál például az önkormányzatokra bízza azt, hogy milyen módon kívánja szabályozni, de szabályoznia kell. Egyébként jogszabályban kell szabályoznia, hogy milyen szabályok a kereten belül, milyen szabályok alapján kívánja beszerezni a közbeszerzés alá tartozó dolgokat, árukat vagy beruházásokat miként kíván megvalósítani. Ez lehetőséget ad arra, hogy a helyi sajátságoknak figyelembevételével kerüljön szabályozásra. A dolog szerintem ez az egyik legnagyobb előnye ennek, és ettől nem a mutyizás vagy a korrupció nő, hanem a önkormányzatok lehetőségei, és sokkal gyorsabb eljárásokban tudnak végrehajtani. A korábbi közbeszerzési törvény alapján, megint csak 16. kerületi példát mondok, előfordult az, hogy az eljárás lefolytatása az nagyon rövid idő alatt sikerült, ellenben a kötelezően kivárandó aláírási aktusra több időt kellett töltenünk, mint amennyire a közbeszerzési eljárás elfolyt, mert hogy a közbeszerzési törvény ezt írta elő. Tehát szerintem ez egy nagyon helyes dolog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Folytatjuk az írásban előre bejelentést.